A gazdasági növekedés megindítása a legfontosabb, jelentette ki Kovács Árpád március 23-án Hajdúszoboszlón. A Költségvetési Tanács elnöke a Van-e kiút a gazdasági válságból című konferencián vett részt, melyen szakemberek tartottak előadásokat és válaszoltak az érdeklődők kérdéseire. Látszik, hogy továbbra is van egy sajátos gyengeség, sérülékenység a magyar gazdaságban. Különböző oldalakról közelítették meg a Van-e kiút a válságból elnevezésű konferencia résztvevői hazánk gazdasági fellendülésének lehetőségeit. Az egésznapos programon részt vett Kovács Árpád, a Költségvetési Tanács elnöke. A közgazdász szerint Magyarországon a gazdasági növekedés megindítása a legfontosabb. A fejlesztés és a beruházás és a banki hitelezés nélkül nem fogunk tudni előre jutni. Tehát amikor én a gazdasági fordulatról és a növekedési fordulatról beszélek, ahhoz, hogy ezek a fordulatok bekövetkeznek, ahhoz hitelkínálatra van szükség, legyen olyan piaci terület, ahova érdemes beruházni, tehát nem elválasztható az Európai Uniónak a többi területétől. Hozzá kell tenni, hogy azok a nagy bankok, amelyek Magyarországon itt finanszíroznak, azok nem finanszírozzák azokat a beruházásokat, amelyek a multinacionális csúcscégekhez kapcsolódnak, hiszen azok saját bankokkal rendelkeznek, tehát azok a fejlesztések, ami az export ösztönzéshez, az export növekedéshez, ahhoz a bizonyos 25-30 nagyvállalathoz kapcsolódnak, amelyek meghatározó súllyal szerepelnek a gazdaságban, azok külföldről finanszírozzák magukat. Tehát ez inkább a kis-középvállalkozások szempontjából lényeges. Hát persze ez a gazdaságnak egy nagyon fontos összetevője és gerince, tehát itt változtatni kell. Kovács Árpád szerint a kormányzat képes azoknak a lépéseknek a megtételére, melyet a költségvetési egyensúly megkövetel. A közgazdász hangsúlyozta, hogy hazánk idei költségvetése finanszírozható. Magyarország költségvetési stabilitási szempontból rendben van. A költségvetési stabilitás az ország működését biztosítani tudja, és úgy tűnik, hogy összejöttek a szabad piacról azok a tartalékok, amelyek a forint árfolyamnak és a különböző csődkockázati feláraknak a nem elmozdulása esetén a finanszírozást, a nyugat finanszírozásnak a körülményeit biztosítják. Megítélésem szerint a nagy kérdés az, hogy a gazdasági növekedést meg tudjuk-e indítani. A gazdasági növekedés megindul, akkor milyen gyorsasággal, mikori eredményekkel, és ennek a fenntarthatósága hogyan alakul az elkövetkező években. Tartható lesz ez a 2-3% körüli növekedési nagyságrend, amire rá van építve tulajdonképpen egy országnak a jövője. A konferencia sajtótájékoztatóján Katona Tamás a gyökeres fordulat szükségességét hangsúlyozta. Az egyetemi tanár szerint a társadalom más gazdaságpolitikát vár el a kormánytól. Abba kellene hagyni a konfrontatív gazdaságpolitikát. Nem lehet mindenkivel szembe menni, kompromisszumokra van szükség. A többi partnernek a meghallgatására is, és az egymás szempontjainak a figyelembevételére. Nem lehet azt tenni, hogy elválik egymástól a populista kommunikáció és egy szűk csoport érdeknek a képviselete a gyakorlatban. Ezek mind-mind visszaütnek. Növekedésre van szükség. Recesszióban nem lesz több foglalkoztatott. A legnagyobb gondunk a munkanélküliség. Meg kéne szüntetni az egykulcsos adót. Azonnal át kéne állni egy igazságosabb, progresszív adórendszerre. Bővíteni kéne a foglalkoztatás. Nem ez a közmunkarendszer, ami most van, ez irreális, és ráadásul megalázó az embereknek. Szükség lenne egy szociális foglalkoztatásra, ami versenyalapú. Tehát nem lehet 750 ezer munkanélküli egy országban, hogyha mi ha hosszú távon gondolkodunk. Ehhez viszont gyökeres fordulat kell, és egy más kormány. A konferencián neves szakemberek tartottak előadásokat. Pallás György, a debreceni Bethlen Gábor közgazdasági szakközépiskola nemrég nyugdíjba vonult igazgatója, az oktatás és a kutatásfejlesztés lehetséges gazdasági élénkítő lehetőségét, valamint a hitelesség visszaszerzését hangsúlyozta. Hogy mindenkelőtt a gazdasági hitelességet kell visszaszereznie az országnak, ennek eszközei például mindenekelőtt eltörölni az ekkorcsos adót, és emellett
mindjárt a piac idegen adókat kivezetni a gazdaságból. Sok több kérdés is elhangzott, hogy a söralátéttől a hordóalátétes adóbevallásokig, de a lényeg mégis ennek a hitelességnek a visszaszerzése. Az egésznapos konferencián a résztvevők kérdéseiket is feltehették a szakembereknek. Oh, my God.